ballagás az aranyban, nagyon hiányzik az eső, tanévzárás, várja vendégeit az Abátszalóki strand. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. június 29-én 18 óra 5 perckor. Megtartotta ballagási ünnepségét a Karcagi Arany János Általános Iskola. Az épületbe a szülők nem léphettek be, csak az udvaron adhatták át ajándékaikat gyermekeiknek. A nyolcadikosok végig vonultak a tantermeken, majd az udvaron tartott ünnepségen, Bakó Ricardo János, hetedik osztályos tanuló búcsúzott a végzősöktől. Hosszú idő telt el, mire eljutottatok idáig, a nyolcadik osztály végéig. Azt hiszem, ennyi időt nem sok iskolában tölt el egy fiatal. Éppen ezért még nehezebb a szívetek. Búcsúztok a régóta megszokott környezettől, kedves tanáraitoktól, diáktársaitoktól, barátoktól. Hosszú lenne felsorolni azt a sok-sok élményt, amelyben veletek együtt részünk volt. Őrzünk kellemes szép emlékeket, a nyári táborok, kirándulások élményei, a sportversenyek, nagy futballcsaták izgalmas pillanatai. Gondtalan vidám diák éveket töltöttünk együtt. Diákok maradtok az elkövetkező években is, de a kis nebulókból majdnem felnőttekké váltatok, és új iskolátokban is el kell állnotok. Kívánjuk, hogy új közösségetekben is jól érezzétek magatokat, sikerrel vegyétek az elértetek álló akadályokat. Becsületesen és emberségesen viselkedjetek a nehéz helyzetekben. Remélem, hogy a középiskolában is megtaláljátok mindazt a jót, amit most itt hagytok. Leendő szakmátok okozzon sok-sok örömet, érdekességet, kihívást, hogy elmondhassátok, érdemes volt küzdeni. Mindig legyenek álmaitok, céljaitok, melyhez Arany János szavaival kívánunk nektek ballagóknak sok szerencsét az előttetek álló úthoz. Útjaink száz felé válnak, de szívünket célért dobog. Na kivágunk a küzdelmes mának, és épít karunk egy szebb holnapot. A ballagók nevében pedig Lengyel Petra és Seres Gusztáv Róbert vett búcsút társaiktól. Nyolc eléggé hosszúnak tűnő évet töltöttünk el ebben az iskolában, de már búcsúznunk kell. Valakinek örömére, de reméljük többek bánatára. Ma el kell hagynunk az iskolát. Tovább kell lépnünk, más helyen kell szerencsét próbálnunk. Búcsúzunk tehát a tanítóinktól, tanárainktól, az iskola dolgozóitól, a diáktársaktól, a tantermektől, és persze egymástól is. Véget ér a kényelmes gond nélküli gyermekkor. 6 évesen, mikor beléptem ebbe az épületbe, tele voltam félelemmel. Aztán hamar megbarátkoztam a tanítónénkkel. Ilike néni és Éva néni minden tudásukkal és erejükkel tanított minket írni, olvasni és számolni. Köszönet érte nekik. Majd következett a felső tagozat. Ahány tantárgy, annyi tanár próbált tudást venni a fejünkbe. Matematika, fizika, kémia. A monoton hétköznapok. Persze voltak ünnepnapok is. Farsang, karácsony és iskolai szereplések. Na és a táborok. Mind kedves emlék. Kedves tanáraink, köszönettel tartozunk Önöknek, köszönjük a törődést, a szeretetet és a sok tanítást. Bocsássanak meg nekünk, ha néha nem készültünk és nem vettük komolyan a tanulást. Külön búcsúzunk osztályfőnöktől, Hágnénktől és Tüvénytől, akik minden nap azon voltak, hogy egy közösségé kovácsolják az osztályokat. Úgy éreztem, sikerült. Bármilyen problémák is volt, legyen az lelki, vagy csak a tanulással kapcsolatos, bátran fordulhatunk hozzájuk. Drága családunk! Elérkeztünk életünk első nagy állomásához. Köszönjük, hogy támogattatok bennünket tanulmányunk során. Igyekszünk meghálálni az eddigi törődésüket. Kedves osztálytársaim, kívánom nektek, hogy minden sikerüljön számotokra, amit az életben el akartok élni. Soha ne felejtjétek el, hogy a Karcagi Arany János Általános Iskola diákai voltatok. Tegyetek róla, hogy szüleitek és tanáraitok büszkék legyenek rátok. Sok sikert, hiányozni fogtok. A ballagó diákokat megható gondolatokkal búcsúztatta osztályfőnökük Kovács Tímea. Életetek egyik legizgalmasabb időszaka kezdődik el most. Ha tudatosan és bátran veszitek az előttetek álló akadályokat, akkor eléritek a céljaitokat. Egy évvel ezelőtt lettem az osztályfőnökötök, most már azért elárulom nektek, hogy nem volt könnyű dolgom veletek. Persze mára már nagyon örülök, hogy én egyengedhettem az utatokat. Szívemhez nőttetek.
Sok dolgot megéltünk együtt. Voltak kedvenc tantárgyak, kedvenc tanárok, és persze rettentően nehéz napok, viták is. A napokban egyikőtök azt mondta, hogy túlhasszolja magát tanárnő. Üzenem neki, lehet, hogy igazad volt, de egy percét sem bántam meg. Az iskolától való búcsúzkodás közben ne feledkezzetek meg a szüleitekről sem. Lépjetek majd oda hozzátok, hozzájuk, és mondjatok nekik egy halk köszönömöt. Ők voltak azok, akik mindig ott álltak a háttérben. Biztonságot, erőt és támogatást kaptatok tőlük. Kedves ballagó osztály, sok szerencsét kívánok nektek a tanuláshoz, az élethez, és visszaválok benneteket. Egy idézettel köszönök el tőletek, ami inkább legyen egy utolsó osztályfőnöki tanács. Nem kívánom senkitől, hogy csodás dolgot tegyen, de joggal elvárom mindenkitől, hogy mindig ember legyen. A végzősök szalagot kötöttek az iskola zászlóra, majd az iskola dolgozója galambok reptetésével indította útjára a ballagókat, akiknek az intézményvezető könyvjutalmakat adott át. Ézsiás Antallal a kerti munkákról beszélgettünk, s arról, mennyire hiányzik az eső, így folyamatosan locsolni kell a veteményt. Köszöntöm nézőnket, Ézsiás Antallal a kertjében arról beszélgettünk, hogy így gyorsan megsúgta, hogy legalább 20 fajta gyümölcsfája van. Jól számolta így meg hirtelen? Lehet, hogy több, de annyi biztos. Hát a 100 közül biztos van 20 faj. Ebben, hát de nem is biztos, hogy hát fajtánként, mert különösen több is. Igen, hát ez egy egészen vegyes kert, ami azt jelenti, hogy itt semmi nem rendezett sorban van, tehát itt nem úgy van, hogy érési idő, vagy kezelési módszer. Abban a hely volt, ahol ültettem, ami megmaradt, az megmaradt, amit nem, az újra ültettem. Olyan volt, ami Szántó Kovács János, hogy öregségére diót vált ültetett, bár ő már termésre nem számított. Itt is van előttem egy kis diófa, amelyiken már tavaly volt termés, és még az idén, ha megérem, akkor már most többet találok rajta. Tehát ez benne van egy ilyen mánia, hogy ilyen helyen ugye nem sok üreset szabad hagyni, mert most is nyírtam a füvet, tehát itt most úgyis elmegy a fűnyíró, ha van fa, akkor is, ha nem. Meg hogy ilyenkor már azért kellemes itt lenni. Mit kell tudni, a tavasz mennyire viselte meg a fákat, mennyire kellett most permetezni az utóbbi időszakban? Hát a tavasz megviselte a gazdát főleg, mert a tavasz ez nem volt tavasz, csak papíron. Tehát minden, ami létezik, ami rossz, az minden előfordult. Hát ez a fagykár, amit ért, az az örnyű. Tehát a koraiak, csontíjasok, a szilvával befejezőleg, mert ugye a barackok kezdték, a mandula, a barack, őszi barack is, azok lényegében csak megmutatják a termést, egyáltalán megmutatják. Hát akkor a baraszfa van itt mellettünk, azért 3 mázának kéne lenni, és még talán összesen nem volt egy óta, megvan egy mázafa, barackon pedig már 10 éves fák. Hát ezek sajnos olyanok, hogy bele virágoznak abban az időszakban, amikor nálunk a kritikus tavaszi hidegek vannak, és az évek óta így megy. Tehát ez nagyon sokat kell élni ahhoz, hogy egy normális termés ember megéljen benne. Hát aztán vannak ott, ami megmutatja a cseresznye, a későbbi fajták azok aránynak szépen termékenyültek, meg is maradtak. Sőt, amelyiken soknak tűnt a gyümölcs, az egy olyan védekezési módot vezetett be, ami egyébként jellemző gyümölcsre. A természetes hullással leszólt a termésnek a felét. Tehát most már nem fog a fa megszakadni, vagy nagyon lehajolni, mert megoldotta. Feltételezem, hogy az egy normál természetes dolog, mert így védekezik azzal, hogy ne legyen szakaszos a termés. Hát a megy az annyi lesz, hogy éppen megmutatja magát, de lényegében, ha az ember most egy valami meggyes valamit akar készíteni, akkor lehet, hogy el kell menni majd a valamelyik bevásárlóközpontba. És a Málnával mi újság? Hát a Málnám az a híres Málnás, az már ugye most lényegében nincsen, mert részben kiöregedett, aztán sok szárazság miatt ki is pusztult, és megunja a helyét. Tehát a Málnát nem lehet úgy, hogy kidobom, aztán ültetem a másikat, mert van egy olyan gombabetegség, nem is egy többféle faj, gyökér, kártevő, ami nem engedi, hogy a Málnát éljen, tehát egyszerűen nem marad meg. Hát most újul, megtelepítettem Málnát most is azért, hogy legyen miről beszélni valamikor. Hát a Málnára van esély most. Tehát kicsiben a családnak most talán már lesz elegendő. És egyébként mennyi eső hiányzik most innen a kertből? Sok. Hát én a csapadékot írom, most nem vettem össze, mert egyik kertész barátom kérdezte, hogy mennyi volt, hát hogy ő nem méri, de én mérem, de nem vettem össze. Olyan 60 mm fölött lehetett az eddigi, ami most a tavasszal úgy érkezett. Ami azt jelenti egyéb íradások alapján, hogy a
megyei átlag alatt van valamivel, de járságinak szinte csak a fele. Na most ott gondot okozott helyenként egy nagy mennyiségű csapadék, de itt eloszlása sincs, meg mennyisége sincs, itt az a gond, hogy hát 30-40 mm most rögtön hiányzik. Elnyerni a talajt, tehát lényegében készen van arra, hogy befogadja. Hát igen, mélyen gyökerező növényfajok, hát a fák elsősorban azok, hogy még nem szenvedi az a szájt, mert a gyökérzet talál vizet, hát ez a téli csapadék azért rengeteg volt. De olyanok, mint ez a márna, vagy a szamóca, a szabadföldön, hát ezt nem lehet víz nélkül elképzelni. Nem az, hogy folyamatosan menjen a víz, mert ugye én nem vagyok berendezkedve ilyen öntöző berendezésekkel, de 2-3 naponként meg kell öntözni. Mert egyébként az a gyökérzet, az pillanatokat elveszíti a vizet, és utána nincs esély. A márna is olyan, hogy senki ilyen gyökerezik, és óriási felülettel elpárolgatja a vizet. Lósz Csillával, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjével beszélgettünk a tanévzárók előtt, hiszen a gyerekek már elkezdték a szünidőt, de a pedagógusoknak még van sok feladata. A gyerekeknek elkezdődött a szünidő, de a pedagógusoknak megsokszorozódik az adminisztrációs teendője, hiszen most kerül sor a krétanaplók rendbetételére, a jegyek lezárására, a bizonyítványok megírására, az oklevelek, könyvek beszerzésére, illetve megírására. Most kerül sor a krétanaplók rendbetételére, a gyermekek jegyeinek lezárására, a bizonyítványok megírására, az esetleges jutalom oklevelek, könyveknek a beszerzésére, illetve azoknak is a megírására. Tehát itt most ütemezett munka folyik a pedagógusok tekintetében. Az osztályozó értekezletek már megtörténtek minden egyes tagintézményben. A tanévzáró nevelőtestületi értekezletekre még majd ezután fog sor kerülni, illetve még a bizonyítványosztás előtt vagyunk. Ez is majd a következő héten történik meg. Minden egyes tagintézményben más-más napon fogják megkapni a gyermekek a bizonyítványokat. A rendhagyó módon, hiszen alkalmazkodnunk kell a pandémiás helyzethez és az ezzel kapcsolatban okozott intézkedésekhez. Mindenütt az udvaron kerül megszervezésre a bizonyítványok osztása a szabályok betartásával. Ebben a rendkívüli tanévben is helytálltak a gyermekek. Nagyon szép bizonyítványok, eredmények születtek. Ahogy írom alá több száz bizonyítványt, azért belepillantok, hogy mit írok alá, és milyen jegyek vannak abban a bizonyítványban, és örülök annak, hogy a helyzethez alkalmazkodva, ami ugye nem volt könnyű, hiszen sok időt töltöttünk online is, és ott nehezebb a tanulás gyerekeknek és pedagógusoknak egyaránt, azért a bizonyítványok azt tükrözik, hogy sikeresen vették a gyerekek is, és a pedagógusok is az akadályokat, és eredményeket sikerült elérni ebben a tanévben is. A pedagógusok július 7-e körül kezdik a megérdemelt nyári szabadságukat tölteni, és augusztus 20-a után térnek vissza az iskolába, és készítik elő a következő tanévet. Július eleje, 7-e körül van az a nap, kinek hogy esik, amikor úgy elmehetnek a pedagógusok a megérdemelt nyári szabadságukat tölteni, ami hosszú hetek lesznek, hiszen majd csak augusztus 20-a után térnek vissza, és készítjük akkor elő a következő tanévet. Bár a következő tanév előkészítése már most is történik, hiszen ugye megtörtént az elsősök beiskolázása, megtörtént az első osztályosok osztályba sorolása, és most napjainkban pedig a következő tanév tantárgy felosztását tervezzük, és ha ez is meg lesz, akkor nyugodtan elmehetünk szabadságra. Sajnos az utóbbi évek tendenciája azt mutatja, hogy a szakos ellátottság érdekében nyáron keresni kell még pedagógusokat. Vannak még nyitott kérdések az intézményvezető szerint, aki bízik benne, hogy augusztus közepére minden megoldódik, és a szakos ellátottságot fogják tudni biztosítani. Még mindig vannak nyitott kérdések, hogy melyik álláshelyen melyik tantárgyat ki fogja tanítani. Én bízom benne, hogy ez majd augusztus végére, közepére kiegyenesedik, hiszen mindig így szokott lenni, és megoldódik, és a szakos ellátottságot fogjuk tudni biztosítani.
A szünetben az intézményekben a nyári karbantartási munkálatok zajlanak majd. Már nyitva van az Abáczalóki Szabad Strand. Kupai Kinga Tiszató Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség a jelentés szerint az európai fürdőhelyek közel 83%-a megfelel az EU legszigorúbb vízminőségi osztályára vonatkozó előírásainak, míg a hazaiak közel 70%-a szintén kiváló, ahogy a tiszatavi szabad strandoké is. Nagyon vártuk már az iskola végét, és így a tegnapi nappal megnyitott a strandunk, de annak is örülünk, hogy az időjárás is kegyes volt hozzánk, és ez az igazi első kánikulás hétvége. Úgyhogy így, ha mögöttem látszódik is, hogy több százan kilátogattak a strandunkra, aminek nagyon örülünk, mert kicsit nehezen indult ez az év, az időjárás sem volt kegyes, meg sajnos ez a vírus helyzet sem. Az IIE Tiszató hat strandja közül ötöt vizsgált. A Tiszafüredit, az Abáczalókit, a Tiszanánait, a Sarudit és a Poroszlóit. A Kisküreit azért nem, mert 2020-ban zárva tartott. Mind az öt szabadvízű strand, amelyből vízmintát vettek, kiváló minősítést kapott 2020-ban. A jelentés az elmúlt évekre visszamenőleg is mutatja az adatokat, amelyből kiderül, hogy az elmúlt közel 10 évben valamennyi strand vízminőségét kiválóra értékelték. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!